Sziasztok, Zagló vagyok újra, és mint ígértem, ugyanonnan folytatom, tehát az abbahagyhatatlan Shogun 2, és itt csak az alapjáték. Csak ott van még a Rise of the Samurai, meg a Fall of the Samurai, amiket nem ismerek még kipróbálni se. Ugye az előző körben ott hagytam abba, hogy hát az alaptartományom nagyon szépen épülget ki. Ugye a Takedákkal vagyok, lovas klán. A következő ninja épületet felhúzzuk. És ugye ott hagytam abba, hogy szabadáltam a kapukat, tehát megtámadom én ezt a várost gyönyörű szépen, ahol 8, jaj 8, hát 5 jeliásugarú egység van, de ugye minden kapu nyitva van. Hát hogyha nem marasztatok meg, én előtte mentek egyet, mert ez nem lesz egy sétagalop, ugyanis sokkal lovasom, de lovasokat le fogom szállítani mindenekből. Na és akkor nézzünk egy ostromot. Ja, hát teljesen megfeledkeztem például arról, hogy ugye van 3 védő egysége is, tehát kapott még 3 egységet. Hát ez marha érdekes lesz, lehet jobban járni, hogyha a gépre bíznám, mert én ezt az ostromot. Fogalmam nincs, hogy működnek itt az ostromok, hát annyi a szerencsém, hogy elvileg igen, itt mutatja, hogy gates open, tehát nyitva van a kapu. Na most tényleg mentek. Nem tartom fenn én ezt az ostromot. Légiben ugyanannyi egysége van, mint nekem. Nézzük meg. Végülis lovasokkal berongyolok majd, aztán majd valami lesz. Megpróbálom először az íjászokkal kiiktatni az ő legtöbb egységét, amennyit csak lehet, veszteség. Kár, hogy nincsen tüzes íjjaim még, de az ugye az kifejlesztető, megint technika. Közben ugye mielőtt betöltőképernyő van, visszatérek egy korábbi bemutatómhoz, ugye az Empire-re. Hát lesz belőle majd rész, annyit tudok mondani. Lesznek részek még az Empire-ből, de most a Dark Moddal küzdök ott is. De ott valószínűleg nem a Dark Moddal van a gond, hanem nálam, vagy valahogy telepítési gondok vannak. Hí, eső. Mi ez? Gunpowder Weapon Slower. Jó, Archers. Jó, nem. Jó, igen. Building and ships soon take longer recover. Jó. Hát várunk, mert én esőben nem szeretek harcolni. Yes! Elhoz. Nem rossz. És ugye jó helyen van a kapu. Remélem nincsenek így áttornyaik, mert akkor nincsenek. My lord! Our ninja have sabotaged the gates! Wow! Ennyi? アニジャは一門の将来に大きな希望を抱いておられ、その気高き野望を叶えてやりたい。これは名誉のための戦いぞ。いや、 なじょぱんのこずつなじゃんは、いせ。なじょらめんけどっぺん。敵にとっては、なえんべくな。なじょぱんのとクランの歴史が。歴史にも残らん。歴史にしたり、歌人が悲しい歌にして読んで。だいほじも将軍語でやんね。我が敵は 奴らの一門に忠誠を誓う勇敢な侍どもだ。 Nem értem, ezt a nyelvtant nem tudom feldolgozni még, amit az angolok kitaláltak, hogy ez... Egyszerűen nem tudok angolul gondolkodni, hogy megértsen ezt a nyelvet, úgyhogy most át kell állnom. My orders... Az én parancsom nagyon egyszerű, ezt értem. We are going... Take this... Be kell vennünk az erődet. Anizsava, minao hokori ni omotte oraleru ni csigai nai. Én is a testvérem. Jó, és ezt is tudtam olvasni. Na, szóval itt is van ilyesmi. Húha! Hát ez nagyon komoly, megmondom őszintén, hogy... Ilyen szint... Azt hiszem, hogy innen fogunk támadni. Ez itt az egyik kapu. Minden két íjásszal. És itt fogjuk a nagyobb rohamot levezényelni. Majd leszállok a lóról. Nem lesz más. És az a nagy csoda, hogy talán még jobban bírja ez. Komolyan jobban bírja az FPS.
így, mint a Róm Szárektumban. Komolyan mondom. Nem úgy furcsa. Hoppá. Nincsenek íjászaik, egy íjásza van, azokat kéne kiiktatnom valahogy. Hé, hé, hé! Csak ez a kettő. Na itt van, erre a gombra véletlenül sem nyomjatok rá. Arra a gombra. Mert leszállnak úgy a lóról, észrevesztek. Majd idővel ugye ki tudják, vagy ha jó vezéretek van, vagy azt hiszem ki lehet tanítani a... ezt a... mind a milyen kör? Kantábriai kört a Rómban. Ezeket kéne lenyomni. Jó van, azért hullanak. Nem olyan ütemben, mint kéne, de... ez az, ti csak küldjétek rájuk. Ezért jó egy erő, vagy egy ilyen ostrom. És nézzétek meg, ide beáll, nem, szinte el sem lehet találni, csak ami bemegy az ablakon. Ott. Szerencsé, hogy ezért szoktam az íjászokat felhúzni, hogy... na, és úgy szoktam azt, hogy lovasokat leszállítom. Sőt, még valamikor Shogunt is. Akkor lovasokkal is lehet ám faszányosan támadni, faszányosan. Ott van, le is szálltak, jó van. Jön a Shogun. Shogun? Damio. Mi az? Damio? Vagy Damio? Mit tudom én? Na. Ti hova mentek? De most komolyan. Jaj, ne menjetek már oda, hát gyertek vissza. Our general is in grave danger, my lord. Danger, danger, yeah. Ugye space lenyomva tartva lehet beállítani, hogy meg, megnézni, hogy mi hol áll. 178, jó van, azért hullanak. Hulljatok csak kicsit. Hát a lovasi jászai hullanak a legjobban, nem jó. Na, törjünk be akkor, igaz? Legalább ezeket az íjászokat töröljük el. És azokat mit csinálnak? De most komolyan. Állj már meg! Na, mászatok, mászatok! Már levettem a tüzet. Na, ilyen egy ostrom.
Hát érdekesen másznak, de legalább másznak. És hogyha egyszer beütnak, akkor közel 80. Lesz ki, ez micsoda ostrom lesz. Te meg miért nem lőttök? Azért. Még van lőszer addig. Miért nem lőnek? Tűz! Ez. Hát de mind mögé lősz, öcsém? Jó, mindig az, hogy annyira nem vészes. Ez mi? Jaj, lőd a sógunt, baszod! Ja, hát ezt nem is érdemes lőni, sógunt lőjétek. Ez lehet inspirálni őket, ugye? Ez a rally, ez komolyan nem tudom mit jelent. A regroup position, ugye ezt ki lehet jelölni, hogy újra hol vegyenek pozíciót fel az egységek. Ez a rally, ez nem tudom, talán gyorsaságot. Troops. Micsoda? Áj. A vörös körön belül lévő egységek. Mit csinálnak? Jó, ennek majd utána fogok nézni, mert most ezt nincs időm. Állj már meg, te! Hoppá, de semmire nem is arra nyomtam. Állj meg! Hova mész? Istenem! Másik. Jó, ez már nekem csak jó ám. Mi? Azt az egy... Ja, hogy azt az egy egységet inspirál le. Ja, ki kell választani. Na, most már is rájöttem. Na. Ugye ismerkedek én is csak a játékkal, amit mondtam, úgyhogy ilyeneket ezeket nézzétek el nekem, hát azt tudom, nincs oda még. Úgy jövök rá én is majd mindenre szépen. Angol tudásomat is fejlesztem közben. Ha amennyire csak tudom. Jó, hát az... Remélem visszavonultak, jó. Na, azt akkor most lőjétek őket minden, ami van. Ez. Hadd húljanak, hogy geci. Jaj, az az, ne. Jó. Állj meg. Oda menj vissza, sógon. Minden lő, addig jó, míg minden lő. Így van. Ez mit csinál? Jó van, most már leszállhattak nincs lőszeretek. Lassan mindenki fog fogyni a lőszerből. Na most lehet ilyen rally pontot ki megcsinálni, azt hiszem. Mindjárt próbáljuk. Mit elérni őket. Csak az egység se fog megfutni. És az ő íjászait keresem, mi marad belőlük, remélem semmi. Nézzük meg, hogy mi. Na, ilyet se láttam még. Remélem, hogy rosszul látok. Hát komolyan mondom, eltűnt az összes hulla. Onnan, legalábbis onnan a faltól. Hát ha továbbra is el fognak tűnni a hullák, akkor... Be fogom szüntetni ezzel a játékot. Nekem ilyet ne csináljon, az összes hullát akarom látni. De a többi meg ott van. Na mindegy. Lehet, hogy csak azok a hullák tűntek el. Ez kire lő? Jaj. Lehet, hogy csak itt a falnál lévőket nem tudta feldolgozni a gép. Bebugzódott. Magyarul megmondva, ugye? És ugye megmondtam. Tehát vissza is hoztuk a... Vissza is hoztunk sorainkba ezt az egységet, amit itt hátvénnek szépen felállt. Na ez a rally. One of our units has used all its ammunition, my lord. Lőjétek, amíg van lőszer, baszat. Hát egy sincs már lőszeret.
Van veszteség tábla van. Hát neki ennyi egysége maradt. Itt Samurai Retainers, Yari Ashigaru Yari. De ezzel még bőven meg tudja nyerni ám. Tehát az olyan dolog, hogy... Na támadás! Hát ez, már most van egy olyan érzésem valamiért, hogy ez vesztes csata lesz. De ne legyen igazam. One of our units has used all its ammunition, my lord. Úristen. My lord, their general has fallen. A cutting blow. Mi? Az én vezérem esett el. Nem szok rá. Felesett, felesett. Jó, hát akkor vonulj vissza. Pont, előtt az első ember, aki elesett, mi? Fantasztikus. My lord! A glorious victory will soon be yours! Na hol a show, vagy showgun? Na izé, vezér. Na, de támadjatok, baszki! Our men are running from the battlefield! Shameful display! Húha, mi lesz ebből? Biztos, hogy elesett a vezér? Na, mindjárt kiderültem. Van olyan, van olyan, hogy... ott van, nem? Hát lehet, hogy elesett. Hát az akkor marha jó lesz. Nem, ott van, ott van. Jó azért. Ugye? Yeah. Igen. Ah! Ah! Jó van. Ez a... imádom ezt, amikor be lehet azonosítani egy embert. Ugye híresebb vezért, vagy hőst a csatatérképen. Jó. Hát ez... innentől kezdve nyert ügyünk van. Ha él a sógun. Vagy sógó, mindig sógó, mindig azt mondja, hogy a él a vezér. Mert ugyanis akkor még a vezérrel egy gyors támadás, aztán vége dolnak. De itt nézzétek meg, itt már mindenki támad. Aztán még mégse ve... Már egy egységem meg is futott szerintem. Na. Győzelem. Támadás. Teljes erői támadás. Ma halálfej, amit láthatjátok. Olyan tipikus ilyen japán hangulata van a csatáknak. Nézzünk egy olyan.
De jó lett volna, most itt van vér. Azt a büdös. Meg fogom szerezni a Bloodbucket mindenki féleképpen. Valahogy... Van, lehet olyat csinálni, hogy Steamen valaki megveszi nekem? Az én akkontomra? Nem lehet, mi? Vagy olyat, hogy én elutalom valakinek a pénzt, aztán megveszi nekem? Aztán ez valami ilyesmi, lehet ilyet? Én nem tudok Steamen vásárolni, még nem is akarok tulajdonképpen, de a Bloodbucket van szükségem. Csak ha csak föl nem tudom feltérni a... majd ezt... De nem, ha feltöröm, akkor meg összeomolhat. Na. Jó, nem is volt rossz. Na. Itt jó pár arcok vannak, jobbak mondok. Az igen! Na, de ezt vágjátok már le! Kettőt kívül. Na. Nem igaz, bazzik, hogy 80-an nem... Háj, hogy nem üt ki arcolni. Bushido, bazz. Na. Valamelyiktek vágja le, azt kitüntetem. Ó, ott van itt még, majd lesz itt rá. Ott van, meg is arra. Nem, bazz, googlott egyet, hogy nincs. Kész. És ez meg van nyerve, nem? Ja. Hú, hát ez izgalmas kis csata volt. Közben megy a mosógép. Még arra figyeltem. De... Na, mindegy. Tehát 2 euró az a rohadt bát. Most azért én nem fogok PayPal-t csinálni, hogy 2 euróért megvegyem a Bloodbucket-ot. Ezt valaki nekem vegye már meg. Írok majd tévéóra, talán valaki megveszi. Vagy lehet olyat? Lehet olyat csinálni, hogy... Hogy valaki más az én akkumtomra megveszi a... Bloodpack? Bloodpack. Nem is tudom, hogy kell. Megmaradt minden egységem. Elvileg meg. Na! Vazallus, te nem csinálok. Kész. Mission status. Jó, mi ez? Plusz 25, oké. Bevétel. Jó, meg is semmisült. Frakció. És nézzétek meg, hogy az előbb sikerült a szabotás. Mennyit ért? Már majdnem... Azért van, egy fejlődés szinten van a... Mindjó. És ez azt jelenti, hogy... Mennyi a javítás? Na! Közben nézzünk rá, hogy elfelejtsem egy kör, jó? Akkor pörgessük is, eljön elvileg, akkor ezt a frakciót meg is semmisítettem, majd jönnek majd most mindjárt jön egy Usagui, vagy Usagi Yojimbo család. Ezt rám támadnak, mint a... Tényleg, jönnek majd mind az állat. Na, hát így lehet haladni, sorunk kettőben. Tényleg annyira hangul, hát ez az ostrom, ez a kép, hát ez valami fantasztikus. Hát ez zseniális. Sokkal élvezhetőbbé teszik szerintem a játékot. Sokkal nem, de az ember meglátja, hát tényleg, fú. Nekem jobban tetszik, mint azok a régi japán középkori képek. Ez is bőven beleillik a magának a játék hangulatába szerintem, ezek a festett modern képek. Megint, ja, itt megint jön valami general, ugye? Warrior, ja? Szerintem, ja. Kell nekünk küzé? Kell hát. Ezerért felfogadtunk a elvileg egy generált, ugye? Ja. Itt van mi. Kinek? Adjunk is valami. Szány éves, 18, aztán nem tud semmit csinálni, hát milyen izé ez? 22, talán most már fölnő. 11. Ennek mit adjunk? Legyen ez egy szupli generál. Na!
Hol jelent meg? Nem ott, ahol kellett volna, úgyhogy küldjük is arra. Vaj, igen, jó néz ki. Na. Te meg! Deríts fel arra! Jó, ezek kik? Ange Kalijui. Jó, akkor menjél tovább volna. Na, az elő egy kampányt próbáltam ki, mielőtt elkezdtem volna ezt a bemutatót. Ezt a kampányt, mert csak az kell. He who can see the shadows has power in the light. Ilyen, hát nem is hivatalnokok, hanem inkább ilyen felügyelőszerűségek, ilyen a ninják ellen jók, meg hát inkább a ninják ellen, meg az ellenség, mert kétét tudják lenyomni. Na, az előbb nem figyeltem oda, de szerencsére pont ugye megjavítottam az épületet, úgyhogy plusz kettőn vagyok. Ugye nem figyeltem oda arra, hogy milyen közhangulat, de most már figyelek. Ez mi? Ez fan. Hát ez a tartomány, ez tulajdonképpen csak egy fanból, meg ebből az erődből áll. Itt, na az előbb csináltam egy kampányt, mikor elkezdtem még szétmódolni, meg a blood, meg a dart módot felrakni, meg én magam is belekontárkodni a scriptbe. Meg a bloodpack-ot megpróbáltam felrakni, hogy... És mit akartam mondani? Ja, hogy ezt a tartományt minden, egy csomó frakciónak előírja szerintem maga a script, hogy foglalja el, mert ide jött mindenki aztán. Én kaptam innen, kaptam onnan, kaptam innen, csak innen délről jöttek a zigú, mik ezek? Imagavák, ővelük nagyon jó szövetséget le, és a szövetségi rendszerben, ami eszméletlen jól működött, tehát amint támadás ért engem itt ebben a tartományban, az imagavák kapásból két hatalmas sereggel megszállták ezt a hágót, meg ezt a hágót, hogy innen véletlenül se tudjanak megtámadni. Úgyhogy marha jól működik. Hát és a térképet, nézzetek a térképet. Ja, és akkor lehet forgatni, várjátok, hát ezzel el is felejtettem mondani. Ez. Hát ez valami hihetetlen. Tehát most, hogyha a Rome-ban, meg a Rome 2-ben majd így lehet forgatni, és valamikor a gép is beforgatja önmagának, ezt mai napig nem értem, hogy miért csinálja, így, hát ez valami zseniális. Rá akarsz látni, hogy mi, hol állnak a seregek, itt végig tudom, hogy felderítetted, meg vannak kémeid, meg minden. Látni fogod végig az egész térképet, hogy micsoda, hol, így beállítod, így. És tényleg marha jó. Mondjuk én visszaszoktam mindig az alaphelyzetre forgatni. Ez is jó, hogy itt még így fölkuszik a rajz. Meg egy rendes domborzat, tehát marha ötletes. Na, hogy volt? Valahogy így. Na, nagyjából, nem is nem kell annyira. De mondjuk a legjobb beállítás az mindig az észak-déli irány. Ezt mondjuk hozzá kell tenni. Így. Ja. Na. És egyébként... Na, mit akartam megmondani? Ja, tehát ez a Bloodpack-ot valahogy megoldom, megpróbálom, írok is most. Ez videó... Felveszem ezt a videót. Meg elkészítem a feltöltéshez. És akkor alatta, amíg a feltöltés, meg az elkészítése megy a videónak, írok is a TV-óra, hogy valaki nem tudná megoldani nekem. Én elküldöm neki a pénzt, aztán rend. De lehet, hogy nem lesz belőle semmi, mert... Majd, nem, vagy nem most, majd valamikor nyáron. Mert most nincs időm ilyenekre még. De meg fogom oldani. Vagy majd én saját magam ezzel a feltört verzióval valamit próbálok kezdeni, csak mi nem jöttem rá egy dologra. Mert majd utána nézek fórumokon, aztán akkor, hogyha sikerül feltenni, az arról úgy is lesz külön videó. Már láttam videót róla, tehát valami elképesztő, hogy így két szamuráj, vagy egy szamuráj, katonás szamurájuk rohantak rá egy Ashigaru-ra, és az első sort, Ashigaru-t szó szerint lefejezték. De szó szerint, de minden ember, talán pár, tehát kettő embert kivéve az első sorba, az első sorba álltak 60-an, hanem többen. Le, szó szerint minden embert lefejeztek. Szóval nódácsik, vagy lehet, hogy nem tudom, vagy sima katonák, vagy nódácsik voltak.
De egyébként a hangulatát csak fokozná a játéknak, tehát sokkal nem, mert ugye magát a kampánytérképet már nem lehet. A csatákban is annyi, hogy végülis ahogy én játszok, gondolkodtam aztán, meg most is azon gondolkodok, hogy én ahogy játszom végülis a csatákat, én egy ilyen totálból játékokban csak az elején szoktam nézegetni egy egység, hogy néz ki, aztán végén már egy madártáblatból. Na te ide menjél, te oda menjél, te ezt csináltad, azt csináltad, közben nyomokat tört. Tehát ilyenek, tehát most nem tudom, hogy jó, mondjuk 2 eurót, akkor is megér a hülyének is, mert 2 euróért folyamatos vérfröcsögés. De most még arra se jöttem rá, hogy miért nem láttuk ott a holtesteket végig a várfalon. Csak a váron belül. Megnézek majd egy-két csatát, hogy megmaradnak-e a holtestek. Remélem, hogy nem valami bug lesz a Darth Mode-ban, mert akkor kapcsolom ki egyből. Majd mi az, hogy van 5000 holtest, aztán nem látok belőle csak 2000-et. Mi ez? Na már itt jönnek is, áj! Discord, enemy force. Ott vannak mi? Azt a büdös soha. Jaj, ne! Nézzük. Azt a szemét. Áh, esélytelen. Jó, hát akkor először... Ja. Ne, vissza, menj oda vissza. Jó, maradj ott. Mecukét meg beküldünk ide. Jók ezek a mecukék is egyébként. Na. Csak itt kapásba tudom fejleszteni az utat. Piacot tudok létrehozni, ami nagyon hasznos. És ez... Ja, ez fogyasztja a... Tehát ez a Castle Town, ez ami fogyasztja a kaját, ez meg termeli. Tehát mindig ezt érdemes először létrehozni. Persze ki ez, kinek mi a szíve. Mondjuk most plusz 1 volt pont élelmem, úgyhogy lehet nyugodtan rányomhattam volna. De nem sok értelme van. Ja, és elfelejtettem az előbb beállítani, nem ezt kellett volna a busidót. Ugye megvan az a 3, amit mondtam az elején a Chi útjából, ami kell, és akkor jön a busidó út. Na most már elég nagy harcok következnek. Szegyű Kenshin, úgy, szerintem, mint hogyha ő lent volna a leghíresebb ugye ilyen Shogun vagy szamuráj, nem? Itt van né. Ó, lesz. Már kinézetre is félelmetes ez az ember. Ez a kép sokkal jobb, mint ez. Akárki akárki mond. Erről meg ne is beszéljünk. Usagi Masakaga, de ő ki? Ő nem a fia. Már így is milyen jó hadvezérek. Harcos hadvezérek ráadásul. Nekem meg itt van ez a bátyja, vagy testvére, öccse, ez a Takeda Nobushinga. Mondjuk ő se rossz szám. Csak ő alapstratéga. Jó lesz majd később, jön, meglátjátok. Na. És nálam meg ugye itt a Shogun. Ki ez? Takeda Shingen. Nem sok Shogun, Dámjó. Hát azért az Shogunok akarunk lenni, nem? Az a cél, nem? Ja. Na és tartományokban is annyi van, mint a 7 nyavaja. Tehát mire végigérsz, ez is el sem indultunk. Hát így körülbelül... Itt mondjuk, hogyha innen kiélek a hegyek közül, hol van az út? Itt. Itt van egy hegyösvény, meg itt. Ahogy látom, igen. Innen kérünk, ez full sükság. Itt a lovasaim úgy végigrohannak majd egészen idáig. Mondjuk itt a tengerpartokon végig tudok rohanni, ezért lesz jó. Itt lesz majd egy kis fennakadás itt a tó körül, mert itt hegyek meg minden van. Na meg itt, tehát itt ez a tartomány, ez annyira olyan, hogy ezt marha nehéz bevenni. Na azt itt megint egy lovas, ugye itt megint a sükságon, ugye itt mutatja egy lovas nép lakik, vagy lovas klán. Mindenre rá lehet jönni, hogy micsoda. Ezt mondjuk most éppen nem látom, hogy mi. De ahol ilyen körbe van valami, ugye porcelán, meg vas, meg építőipar, meg mit tudom én. Hajózásba jók. Aztán... Ezt meg nem mondom, micsoda most még. Ezeket... Fa ott van, lehet látni. Fukushima. Ugye ott volt az atom... Vagy ez a szökővár most nem olyan rég. Hitachi ugye őt nem kell... Vagy ezt a tartomány nem kell bemutatni. Ott gyártják a világ legjobb
kisgépeit, meg lehet nem csak kisgépeit, hanem nagygépeit is. Na, mi van még? Na, még egy kört pörgessünk le. Kíváncsi vagyok, az üszegiuk honnan jönnek, vagy mit csinálnak, vagy mi van. Na, megindult, gondoltam. És már győzt kis. Vagy csak visszavonult az ellenség. Szabotálni kell ezt a hadsereget. Mert meg kell próbálni. Bár ez rengetegbe kerül, az esély meg minimális, hogy sikerül. Na, és egy körváltás az Empire-hez képest. Jó, mondjuk itt még most nem látok annyi mozgást, mint amennyit fogunk majd később. Na, a küldjük az egységeket. Mennyi van még? Hadd egy. Azt már nem küldjük akkor. Akkor hozzunk inkább. Hát akkor most megint egységfejlesztésre kell adni a fejünket. Sajnos. Habár az a lényeget a távolnak, de hát akkor is. Katonások. És ide ér az a sereg, nekem végem mond a botnak. Egy, kettő, ja mondjuk, hogyha Ostromra kerül a sor, akkor nem, de... Fú, ez meg... Ez nem lesz szám jó. Nézzétek meg, szabotálni akarom. Nem is tudom, mert ugye nincs pénzem, meg egyetlen 29%. Nézzük meg, hogy mi történik itt. A szakkus be fogja venni, de leg fog annyira gyengülni. Vagy talán lehet, be se tudja venni, remélem. Na nézzük még. Hú, erre annyira rá lehet kattanni. Hát mondjuk, ja, rá lehet állni rendesen erre a Shogun 2-re. Hát és hogy ne vette volna be. És kapásba hozott üzen, mert miért ne üzenne hadat? Még jó, hogy hívom a szövetségesemet. És támogat. Jó, az imaga erős szövetségrendszert ki lehet fejleszteni benn, takadákkal. Délről nem vagyok veszélyben, meg még egyelőre oldalról se. És majd itt jön az, hogy az üszegiük két oldalról úgy betámadnak, mint a rosszabb. Na és már jön is a szövetség, látjátok, ezért jó a szövetségi rendszer. Egyből. Egyből megkaptam a hadüzenetet, már jönnek. Katana Cavalry. Na még jó. Hát más, igen, stratégia. Oh, az már maradhat így. Ugye jó, azaz. Így van. És akkor majd utána megyünk át a... az attackra, és azon belül is a bóra. És akkor úgy lesz jó. Bár itt is végig lehet követni, amit mondtam, hogy le lehet menni egészen idáig, a lándzsa útjáig. Érdemes egyébként. Jó van, ne már bevázzá itten. Fú, ez meg. Harcos szerzetesek, kevés íjásza van, az a szerencsém. Nekem meg van 4. Sok a lovas. Két ásigaruk kell. Bono. Nem fejlesztek utat, mert akkor az ellenség is könnyebben tud rajt menni, nem? Valószínű. Ezeket viszont visszaküldjük. Itt azt szoktam csinálni. Lovas egységeket ki szoktam venni a várból. Hogy erősítésként érkezzenek meg. Most lehet, hogy hibát követtem el, de hát Istenem. Assassinate. Ah! Szabot... Húha. 850-ért, na próbáljam. Inkább visszahozom. Nem tudok mit csinálni most. Ez komolyan nem. Ebből lehet, hogy nagy bukta lesz, de hát Istenem. Még ezt a lovast is oda kéne vinni. Na. Hát, én még most mentek egyet. Méghozzá nem gyors mentés, hanem rendes mentést. Mert a bemutató kedvéért lehet, hogy már nem fogom visszatölteni
De még lehet a saját kampány miatt visszatértem. Közben nézzük. Jó. Persze, egyből. Hol ninja detected. Na és egy clan meg sem. Zseniális rajzok, képek. Teljesen mások, mint az alapjátékban. Valami hihetetlen jól megcsinálták. Bevétel, bevétel. Tudunk még szerezni valahonnan? Yamanuchi klán. Tól. És elfogadta. És akkor ilyenkor lehetne megnézni, hogy jó, van bevételünk bőven. Mert még nem is magason vannak az adók, de felhúzom már magas. Na nézzük meg, hogy mit csinál Yusagi. Biztos, hogy ki fogja hozni azt a sereget. És az a baj, hogy megkerülni se tudom, mert ott olyan hegylánc, mondom. És ostrom. És nincs erősítés, baszki. És még ő áll jobban. Nem csodálom ilyen egységekkel. Nézzünk egy autósat át. Jó, hogy kaptam. Amíg sem, nem sok egysége maradt. És a testvérem halt meg. Egyből visszaveszem a tartományt, úgyhogy mindig. Ezt hogyha még lejátszottam soha, esélyem nem lett volna. És egyből visszamentek. Na látjátok, megfordult. Promise lost. Army crash. No. Trade list. Nem no. Csak egyből rosszat. Military. Ki halt meg? Ezért halt meg. A family, nem? Ja. Mert ez marha jó. Már csak egy tesom van. Pont a legjobb hadvezéremet meg kinyírtam, mi? De most ez a poén, hogy ez a hat lovassal meg egy autó, így egy autó csatába be lehet venni a pűrű szintet, hogy még ez is jobb is. És be van véve a város, és kész. Még szabotáljuk a piacokat nekik. Jó. Na, de akkor még nézzük meg. Na most akkor hogy láttátok azt, ami, ahogy nem kell játszani. Mert ez még magam is meglepődök, hogy ilyet csináltam. Itt az erősítés benne kellett volna hagyni a várba, és meg van nyerve. És hát, ja. Na mindegy. Ez most nagyon el van cseszve így. Na mindegy. Újra felépíteni mindent. Felépíteni. Hát mindegy, megtesszük újra. És még a ninjánk ugye rangot nyert. Tehát a ninja az 2 pontot kap körönként, még a vezérek 3-at. Az ügynök 2-t pontosabban. És a vezérek 3-at. Na. Chance with ninja. Igen, hogy nem lepleződik le. 15%-kal több az esélye. Hogy nem lepleződik le. Ez pedig. Jó lesz ez. Ez a plusz egy az assassination. Úgyis a szeretem, hogyha van assassin ninjám, aki abban profi gyilkolásban. Na, hát akkor ez lenne a Shogun 2 Dark Mode a Takeda klánnal, és egy elég rossz kampány indítást és egy még rosszabb folytatást láthatatok ebben a két bemutató részben, de hát remélem, hogy azért így is élvezhetővé tettem számotokra magát a játékot és a módot is. A módot, még se a játékot, se a módot nem ismerem igazán, úgyhogy ebből több részt még valószínű fogok csinálni, valószínű más klánokkal, de egyelőre ezt a Takeda klánt szeretném vinni. De most lehet, hogy egyelőre új kampánya, de nem biztos. Lehet, hogy ezt fogom folytatni, bár olyan döntések születtek most itt, amiket máskor nem biztos, hogy meghoztam volna.
Főleg itt ez a kilépegetés. Túl nem gondoltam volna, hogy ide ér az a sereg, de hát úgy látszik, hogy itt azért meg jobban megoldották a térképen való haladási mennyiséget, lépés távolságát egy seregnek. Ugye éjszakokba kell gondolkodni, meg ugye a japán területében, úgyhogy... Tehát mondjuk, hogyha innen a határomon állna egy sereg, azt nem gondolom, hogy elérne mondjuk tényleg idáig. De ha már itt áll valahol az erdő végén, ugye az erdő miatt, de itt már nem volt erdő. Mert ezért, hogyha itt az erdőn kéne keresztül hatolnia itt, ugye az lelassítaná. De itt meg sík terepen, sokkal gyorsabb, itt is végig, ahol erdő van, ott lassúak. Itt is egy kicsit lassabb, de itt is megint sűrű erdőt lassítja végig, sűrű erdő itt is. Itt át se tud szerintem menni senki. Itt is erdőség lassít. De itt meg nem volt, és én meg azt hittem, hogy nem fog odaérni. Na mindegy, hát ez van. Akkor majd nem tudom, hogy tényleg nem tudom, hogy milyen résszel fogok jelentkezni, de valószínűleg majd visszatérek azért az Empire-re, és mint mondtam, akkor a Szárektumra, a tűzzelvassal csak felejtem el, meg ugye további módokat is majd a régebbi totálborokhoz bemutatok, meg hát akkor ugye Shogun 2 folytatódik, ahogy időm lesz, úgy jönnek majd a részek, úgyhogy várhatóak ismét izgalmas mód bemutatók, és hát ugye legfőképpen Shogun 2 klán bemutatók addig, amíg mondjuk a tűzzelvassal 2 nem jön a gamma, vagy jelentősebb változások nem történnek, vagy még nem tudom, a Szárektumot, a Róm Szárektum 2.5-öt is szerintem folytatom egy kicsit, de minden esetre így a Shogun 2-t szeretném most jobban átnézni, meg tényleg megismerni, hogy itt azért mi a... Mert itt, ahogy elnézem, itt teljesen más dolgokra kell felkészülni, mint amik beidegződések bennem vannak, főleg egy Empire, meg egy Róm után. Úgyhogy várhatóak az új epizódok. Addig is köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!